Több tucat körömlak közül választhatták ki a vendégek a megfelelő árnyalatot ebben a 20. kerületi szépségszalonban eddig. Még egy hónapig tartanak nyitva, aztán végleg bezárnak, ugyanis akkorára nő a rezsiszámlájuk, amit már nem tudnak kigazdálkodni. Salamon Erzsébet, a szalon tulajdonosa a stábunknak azt mondta, a villanyra és gázra eddig 80 ezret fizettek, szeptembertől azonban 330 ezret kellene. Arra készültünk, hogy körülbelül egy ilyen 100-150 ezer forinttal fogunk megnövekedni az egész szalon rezsije, amit ugye jelenleg 8 munkaállomásra elosztva még esetleg ki tudtunk volna termelni, ha mindenki hajlandó erre. Nyilván ehhez mindenkinek egy öntető embere kellett volna egyeznie, de hát egy olyan rezsi levelet kaptam, amit nem lehet ki. Tehát kiszámoltam, és egyszerűen fejenként 60 ezer forintot emelne mindenkinek a helybérletén. Erről a példáról már itt beszélgettünk adás előtt, és felmerül mondjuk ilyen esetben, hogy valaki mondhatja azt, hogy jó, akkor otthon a nappali egy sarkát kinevezi szépségszalonná, és akkor megpróbálja ott folytatni a vállalkozást. De mondjuk egy színház, ezt azért mondjuk, ha csak nem lakás színház, akkor nem nagyon tudja eljátszani a nappaliban. Egy önkormányzat sem tud így váltani, vagy mondjuk egy egészségügyi intézmény sem, csak hogy most különböző példákat mondjak. Hogyan tovább akkor? Mindenki a saját területéről, hogyha tudna mondani ilyen túlélési tippeket, annak szerintem sokan örülnének. Szerintem az országnak az első túlélési tipp az lenne, hogy sürgősen állapodjon meg az unióval. Annak az első következménye az, hogy a forint erősödni kezd, és ezáltal a világpiacon vásárolható energiaár is könnyebben megvásárolható, és nem ilyen nagy forint összeget jelent. És más szempontból is, hiszen ha megállapodnának az unióval, akkor nyilván az országban sokkal több forrás lenne arra, hogy a rászorulókat, a vállalkozókat támogassák, és semmit nem tudok arról, hogy az egészségügyi intézményeknek például hogy fogják fedezni a nagyon erősen megnövekedett energiaköltségeit, a szociális otthonokról se volt szó. Tulajdonképpen nem tudunk semmit arról, hogy mit szeretnének tenni. Mert nyilván a világpiaci ár magas, ha a forint erősebb lenne, akkor kevésbé lenne magas nekünk, és emellett ki kell dolgozni a célzott támogatást, hiszen ha vállalkozások bezárnak, akkor nincs adóbevétel. Tehát az egy lefele sodródó spirál. És hát folytassuk tovább ezt a kört, hogyha rászabadul a lakosságra, vagy akár a szervezetekre a magasabb világpiaci ár, annak az áfa tartalma, az a 27%-os áfa tartalom, azzal az állam a saját bevételét növelni fogja. Tehát úgy, ahogy Németország néhány nappal ezelőtt, és felelős uniós tagállamok sorra azt lépik meg, hogy saját bevételük terhére ugyan, de mérséklik a terhet, és nem felteszik a kezüket, hogy gyerekek nem tudunk mit csinálni, rögtön az áfa tartalomhoz nyúlnak hozzám, ehhez hozzányúlhatnak. Tehát az egy nagyon manipulatív történet, hogy befagyasztjuk az árat, és egyáltalán így próbáljuk a lakosság számára emészthetővé tenni, áfa tartalmon kell csökkenteni. Úgy, hogy Magyarországon a kiemelkedően legmagasabb az áfa tartalom. Ez lehetne az első recept. Áfa csökkentés mondjuk az energiahordozóknál nem nagyon merült fel érdemben, de az élelmiszernél igen, és mindig azzal dobja vissza a kormány, meg Orbán Viktor is, hogy hát az még sosem volt, hogy azt ne hárították volna át. Az energiahordozóknál nem így van. Az energiahordozóknál nem így van. Ott nyugodtan lehetne áfát csökkenteni, már csak azért is, mert a magasabb áru benzinnek magasabb a jövedéki adója. Igen. Például, tehát a jövedéki adón is lehetne. Itt most az állam ezen a magas áfán, azzal, hogy mennek fölfele az árak, egyre magasabb bevétel termel. Tehát ha ebből engedne, akkor még mindig nem arról van szó, hogy kevesebb folyik be, mint eddig. Vagy ha az állam egyre magasabb bevétel termel, akkor azt szépen vissza kéne folyatni az embereknek, ahogy a környező országokban tudjuk, én Dániát hallom, Svédországot, Németországot, hogy mennyit kapnak az emberek kapásból, nem is kérik, és ott van a számlájukon 300 ezer forintnyi támogatás. Tehát mondjuk, ha így kezdenék, akkor... De mindegy, mert attól még nem fogják kitermelni a kisvállalkozók a bérleti díjat és a rezsiköltséget, tehát nyilvánvalóan akkor otthon próbálkoznak, vagy föld alatti mozgalmakban. Én ilyen színházon gondolkozom, hogy hogyan lehet, hát hogy lehet valami különleges előadást létrehozni, ahol a helyzetre
találok ki valamit, majd jelzem. És megvan? Hát már ötletem van, aztán meglátjuk. Tehát... De hát azt is, bocsánat, cinikusnak tartom, amikor azt mondja akár a miniszterelnök, hogy ezt úgy is majd visszahárítják a lakosságra, hogyha ő esetleg az áfatartalmon csökken. Azért látjuk azt, hogy be tudnak keményen avatkozni, és kvázi parancsba adják azt, hogy mit tehetnek meg, és mit nem tehetnek meg a vállalkozások, vagy milyen büntetéssel nézhetnek szembe, ha. Azt gondolom, akarat hiányzik. Tehát 19% volt eleve, mondjuk Németországban az áfatartalom, levitték 7%-ra. Itt 27-ről beszélünk, eleve is, ez is egy csillagászati nagyságrend, ez lenne az első intézkedés. Ezt érezni a lakos, éreznék a vállalkozások, éreznék a közintézmények is. Nem nagyon tud mit tenni egy, mondjuk egy színház vagy egy művészeti intézmény. Augusztus 20-a miatt megfogadtam, hogy csak pozitív dolgokat fogok mondani, és valahogy próbálom azt mondani, hogy majd egy kicsit sötétebb lesz a színpad, kicsit hidegebb lesz a nézőtér. Így van. Jó színészek kellenek, akik ugye igazából látvány nélkül hangban is eladják ezt, és akkor lehet egész sötét a színpad. Megkérjük a nézőket, hogy ne a ruhatárban, hanem magukon hagyják a kabátot, és úgy jöjjenek be. Így van, tehát sokkal gyors, tehát lehet, látjátok, tudunk mi pozitív dolgokat találni, hogy hogyan működünk tovább. Azt kell, hogy mondjam, hogy sok hozzám hasonló társulattal együtt, akik föntartanak egyébként infrastruktúrát is, mi sajnos eddig is piaci áron vásároltuk. Tehát, hogy ez egy borzasztó dolog volt, és most talán akkor megértik, hogy miért kerülnek ennyibe a színházjegyek. Tehát eddig sem kaptuk olcsón az áramot, hanem azon a csillagászati áron, amin most mindenki fogja, márpedig ki volt színházban, majd egyszer így nézzen föl, ha itt a stúdióba fölnézünk, látjuk, hogy van legalább 25 lámpa bekapcsolva, 1000 watt per lámpa. Egy este annyit fogyasztunk, mint önök kedves nézők egy hét alatt. Nagyon nehéz, azt tudjuk mondani, hogy jöjjenek, akinek van rá lehetőség, az jöjjön színházba mindennek ellenére, hogy életben tartsuk a lelkünket. Jó, és a B-verzió az, hogy kevesebbet játszani? Nem, a B-verzió az, amit már nagyon régen mondtak színházigazgatók, hogy abba a percben, ahogy föloltjuk a lámpát, a színház veszteséges. Ez így van. Tehát nagyon sokan, ahogy kisvállalkozók, társulatok is be fognak zárni, a Független Előadó Művészeti Szövetség, aminek tagja vagyok, már jelzi, hogy nagyon sok olyan társulat van, akik egyrészt a kataváltozás miatt, másrészt amiatt, hogy képtelenek kifizetni ezek a kis társulatok, amennyit mondjuk én, mint befogadó színház kérnék tőlük azért csak, hogy fölkapcsoljam a villanyt, tehát hogy ez egy ilyen dominó elfként működik, úgyhogy először ők, aztán mi, és aztán a társadalom lelke fog meghalni. Beszéljünk a Katárról, és mert azért az is ide tartozik. Ez pozitív itt. Volt most, várjál. Ja, tényleg, igen. Igen. Így fogunk élni. Hát akkor így fogunk élni, igen. Klasszikus. Bocsánat. Szóval, hogy a Katát is azért tényleg hozzuk ide, mert hogy ugye az kiderült a héten, hogy egy névtelenséget kérő ügyvéd megtámadta az alkotmánybíróságon, hogy ilyen rapid döntés született, de hát valószínűleg nem ez fogja visszahozni az eredeti szabályozást. De ez megint egy olyan dolog, amit most fog, szerintem mindenki kb. Ezekben a hetekben ült le a könyvelőjével, és ugye az egészségügyről is hallani, hogy nem tudom, komplett ügyeletek megoldhatatlanok, persze, önkormányzati szférában is nagyon sok segítő embert, ha én jól olvasom, Kata viszonyban foglalkoztatottak, a színházaknál végképp. Nyugdíjas orvosok, akik igen. bejárnak rendelőintézetekbe, és ők viszik a szakrendelést. Itt is ügyeletes orvosok, és igen. katások voltak ott. Igen, megoldások, igen, mások nővére, katás. Igen. Tehát, hogy ilyenkor mit mond az, aki eddig katás volt, hogy jó, az a lényeg, hogy valami bevételem legyen, és inkább benyelem azt, hogy kevesebb a nettó? Attól függ, hogy milyen feltételeket tudnak neki, milyen típusú vállalkozási formába tud átmenni úgy, hogy ne nőjön meg extrém módon a kiadása. Voltak olyan könyvelők, akik biztatóan mondták azt, hogy az általányadózással meg lehet oldani, tehát nem olyan extrém nagy a különbség, de én ehhez nem értek ennek a részleteihez. Nem az a probléma, hogy változik. Erről beszéltünk Krisztával. Nem az a probléma, hogy így változik. Egyik napról a másikra. Senkivel meg nem beszélve. Egész egyszerűen megerőszakolják a társadalmat. Újra meg újra.
Hát én, mint civil, hagyd mondjam el, mert nem beszélünk soha számokról. Tehát mi 3 évvel ezelőtt azért mentünk Katásnak, mert a 220 ezeret nem tudtuk kifizetni. Átmentünk Katába, és a legmagasabbat vállaltuk, 150 ezeret fizettünk a férjemmel. Most az, hogy nem nagy a különbség, mondja egy könyvelő, most a minimálbér 43%-át kell fejenként kifizetnünk, tehát most 260 ezeret. Ki kell termelnünk. És akkor még utána nem beszélt. Akkor még bevétel nincsen? Nincs még bevétel, és akkor még a könyvelőt nem mondtam, meg még a rezsit, meg a mindent, meg az életünket. És úgyhogy ez igazán döbbenetes egyébként, hogy ez egyszerre jött a társadalom nyakába, és itt van az, hogy kétségbeesett lépésnek tűnik, de pontosan a társadalomnak, az országnak a motorjait fékezik le, és állítják meg, és bénítják le. És ez nincs olyan, hogy meggondolja magát fél év múlva, és visszacsinálni, nem ezt mit visszacsinálni. Tehát olyan bénult helyzetet tud bizonyos szektorokban ezzel a lépéssel előidézni, aminek nyögni fogjuk hosszú távon az eredményét. Hát a benzinárral kapcsolatban is, hát éppen a vállalkozóknak nőtt meg a kiadása. Hát ők termelik meg a jövedelmet. Hát a magánemberek még könnyebben megoldják, hogy nem annyit autóznak, kevesebbet mennek, megosztják az autót, stb. Egy vállalkozó ezt nem tudja megcsinálni. Igen, de hogy pozitívak legyünk, én arra gondolok, hogy akkor majd idomulok a helyzethez. Akkor majd más csinálok, vagy máshogy, nem? Éjszaka, éjféltől reggel 6-ig most csak aludtál. Például. Hát az egy kihasználatlan ide, akkor milyen jó lehetne? Éjszakai színház volt már ilyen, most visszajöhet, tessék. A nappali. Igen, és megalázó önkormányzati szektorra egy mondat, ott is a rezsi tekintetében tényleg ott kellett kuncsorogni szinte, amikor a belügyminisztérium részéről jött ki egy felmérés, kérés, hogy adatszolgáltatásra írják össze az önkormányzatok, hogy hol és milyen rezsi költségeik vannak, és valamiféle kompenzáció lesz. Nyilván az a válasz, hogy ahol az MVM szolgáltat, tehát az állami energiaszolgáltató, ott lesz, és az összes többinél, a versenypiacinál semmiféle nem lesz. Tehát azt gondolom, hogy ez most egy átmeneti tompítás, és az önkormányzatok és a hozzá kapcsolódó intézmények nagyokat fognak nyögni. Már most, bocsánat, szociális nappali ellátó intézmények fontolgatják azt, hogy lehet, hogy nem minden nap hívják be az ellátottakat, hanem inkább kimennek hozzájuk, csak hogy ne merüljenek föl, minimális rezsiköltségek merüljenek föl. Tragikus ennek a vége. Na jó, akkor ezt viszont nappali idős ellátó intézmény. Jó, akkor viszont, na csak hogy a nézőink értsék, hogy mert nekem van ismerősi körben, hogy ez mit jelent. Ez ugye azt jelenti, hogy ha valaki elviszi nappali intézetbe, nem tudom, a gyerekét, az édesanyját, azért van, hogy ő utána el tudjon menni dolgozni, és ne ülássál otthon. Hogyha az intézet nem hívja be minden nap, akkor valakinek vele kell lenni, magyarán ő akkor nem tud elmenni dolgozni. Ugye ilyen helyzetekről beszélünk? Ilyen helyzetekről is, illetve azokról a nappali ellátó intézményekről, ahol még ereje teljében akár az egyedül élő idős bemegy úgymond a klubba, és ott el van, és közösségben van, és ez neki a saját jólétéhez azért sokat hozzá tud tenni, és már itt fontolgatják, hogy lehet, hogy itt adott esetben el is kell bocsátani munkatársakat, illetve hogy nem erüljön fel akkor a rezsiköltség, inkább aznap letekerik a gázt, és nem hívják be, hanem talán a házi segítségnyújtás keretében. Nem is biztos, hogy teljesen hivatalosan, de ránéznek arra az idősre. Ez nem pótolja. Ott is kevés az ember. Ezt akartam mondani, ha van elég ember? Igen. Házi segítségnyújtásban sincs elég ember. Nincs bizony. Igen.